A Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi Egészségtudományi Szociális Kar Szociális Munka és Diakónia Intézete és az Állam és Jogtudományi Kar Kálvin János Keresztjén Szociális Kutatóműhelye konferenciát szervezett a Kecskemét Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága támogatásával. A konferenciát ma rendezték meg a Városháza dísztermében, melynek fő témája az óvodai és iskolai szociális segítés volt. A konferencia megjelenteket dr. Temesvári Péter Kecskemét város jegyzője köszöntötte, aki, mint mondta, itt a hivatalban a kezdetekben ő is szociális és gyermekvédelmi feladatokat látott el. Kifejtette, egy-egy ilyen konferencia olyan pluszt adhat, amit a résztvevők később munkájukban is hasznosítani tudnak majd. Nagyon fontos területnek tartjuk a szociális szférát, amelynek tekintetében igyekszünk minél szélesebb szakmai kapcsolatokat kialakítani. A mai rendezvényünknek az a célja részben, hogy ezt az együttműködést tudjuk prezentálni. Az előadóinknak egy része, és ez az első szekció ülésre vonatkozik majd, gyakorlatilag egyetemi oktatóként van jelen. A második részben pedig a gyermekvédelem terén olyan előadók érkeztek, akik a gyakorlati tevékenységeiket osztották meg. A Károli Gáspár Református Egyetem célkitűzésének tekinti, hogy Kecskeméten is jelen legyen, hiszen többféle képzést folytat itt a városban, ilyen többek között a szociális terület is. A mai szakmai konferencia középpontjában a gyermekvédelem, és azon belül is az iskolai, óvodai szociális segítés és a gyermekvédelem kapcsolat állt. Jó gyakorlatokat fogunk bemutatni itt a Kecskemét városában az önkormányzat által fenntartott szociális intézmények gyermekvédelmi jó gyakorlatát, az óvodai iskolai segítés megjelenését, a jó gyakorlat mellett a problémáknak a gyermekbántalmazás kerül fókuszba, bemutatkozik és bemutatja szakmai működését a helyi református gyülekezet tanoda programja, ami kifejezetten hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását szolgálja. A mai eseményen érintették még a bírói gyakorlatot, a jogszabályi környezetváltozásokat, valamint az egyetem mutatta be gyakorlati rendszerét.